Üdvözlöm Önöket, a heti TV híradóját látják. Brenner János nem akármilyen gyilkosság, nem valami látszólagos baleset áldozata lett, hanem megadatott neki, hogy az oltári szentség vértanúja legyen, méltán nevezzük őt a magyar tárzíciusnak. Jelentette ki erdőbét Péter Bíboros, Prímás Eszter Gomb Budapest érsek, az 1957. decemberében 32 kis szúrással meggyilkolt Rába Kethelyi Káplán boldogávatási szentmisején mondott beszédében, kedden szombat helyen. A bíboros szavai szerint 60 évvel ezelőtt egy sötét téli éjszakán úgy tűnt, hogy meghalt egy eszmény, és most évtizedek múltán Ferenc pápa döntése nyomán itt áll előttünk az új, nagy, fényes pártfogó Boldog Brenner János, mondta. Hozzátette, sokszor azt hiszük, hogy keresztény hitünk és egyházunk elfáradt, vagy támadások és üldözések áldozata lett, de aztán egyszerre csak fölragyog a fény, és átsugárzik rajtunk, beborít minket világosságával Isten ereje és bölcsessége. További belföldi híreink. Júniusban választ új vezetést a Magyar Szocialista Párt. Az elnöki tisztségért eséllyel Tóth Bertalan frakcióvezető és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök országgyűlési képviselő mérkőzhet meg. Kunhalmi a hvg.hu-nak interjújában egyebek között arról beszélt, hogy nem az elit áll mögötte. Április 8-án többen szavaztak a változásra, mint a kormány fennmaradására, ennek ellenére kétharmaduk lett. Ez egy torz választási rendszer következménye is, ami bár jogilag legitim, erkölcsileg illegitim helyzethez és kormányzáshoz vezet. Most ennek a többségnek kell hangot adni, ezt a többséget hagyhatjuk magára. A pártok sorsa sokadlagos kérdés az egyébként eldőlt, hogy a párbeszéddel fenntartjuk a, a szövetségi politikát. Kunhalmi szerint a Jobbik egy szélsőséges gyökerű párt, amelyik csak azért tűnik ellenzéknek, mert Orbán extrém szélsőjobbos politikája zárójel betette őket a jobb oldalon. Simán el tudom képzelni, hogy vannak ügyek, amikben a Jobbik képviselői jóval közelebb állnak a Fideszhez, mint bármi máshoz tette hozzá. Séfer András szerint a Fidesznek sikerült korábbi baloldali és jobbikos szavazókat is megnyerni, ennek köszönhető az újabb kétharmad. Az LNP korábbi vezetője szerint újabb kiadós vereség elé nézhet az ellenzék, ha innovatív ötletek helyett hatalompolitikával foglalkozik. Séfer András szerint a migrációs válsággal Orbán Viktor el tudta venni azt a témát, ami a rendszerváltás óta az MSZP fő témája volt, a biztonság. Pedig ezt a választók alapvetően a szocialistákhoz kötötték. Szembe kell azzal nézni, hogy a legtöbb szavazópolgár nem a politikával kell és fekszik. Olyan primer érdekei vannak, hogy a rezsiért kevesebbet kelljen fizetni, vagy biztonságban tudhassa magát és a családját, magyarázta. Magyarországon nagyjából 1 millió azt más beteg él. A Magyar Tüdőgyógyásztársaság szerint azonban csupán 40 uk használja gyógyszereit. Az idei asztma világnap alkalmából arra is felhívják a figyelmet, a kezelést bármikor el lehet kezdeni, és fontos, hogy a betegek orvoshoz forduljanak, és tájékozódjanak a számukra legmegfelelőbb terápiáról. A szakemberek hangsúlyozzák, sok esetben a betegség kisgyermekkorban kezdődik, és a betegség gyakori oka az iskolai hiányzásoknak és a szövődményes légúti betegségeknek. Sajnos tévít, hogy az asztmát ki lehet nőni, az abban szenvedőknek felnőtt korban is sokszor kell táppénzt igénybe venniük, de akár kórházi kezelés is lehet az elhanyagolt asztmából. Serdülőkorban gyakran előfordul, hogy az inhalációs gyógyszerek rendszeres mindennapi használatával a tünetek enyhülnek, megszűnnek, azonban fiatal felnőtt korban ismét visszatérnek. Külföld folytatjuk. Vladimir Putyin orosz elnök és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök megvitatta az iráni nukleáris programról elfogadott átfogó közös cselekvési terv körül kialakult helyzetet, különös tekintettel Netanyahu bejelentésére, derült ki a Kreml sajtószolgálatának jelentéséből. Putyin és Netanyahu izraeli kezdeményezésre beszélt egymással. Vladimir Putyin megerősítette Oroszország álláspontját. A tervet, amelynek elsőrendű jelentősége van a nemzetközi stabilitás és biztonság szempontjából, mindenfélnek maradéktalanul tisztelt. Kell tartania. Netanyahu hétfőn azzal vádolta meg Iránt, hogy hazudott és tovább dolgozott a nukleáris fegyver kifejlesztésén. Az izraeli kormányfő kijelentette, hogy Izraelnek birtokába jutott az iráni titkos atomarchívum. Állítása szerint a korábbi atomprogram vezetői más szervezeti egységek keretében tovább dolgoztak. Felszólította Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő döntést hozzon a közeli napokban, amikor a 2015-ben aláírt nemzetközi atomalkú megújításáról hoz határozatot. Donald Trump amerikai elnök 30 nappal elhalasztotta az Európai Uniót, Kanadát és Mexikót érintő védővámok bevezetéséről szóló döntését. Az acél és alumíniumipari termékekre kivetett védővámokat Washington a tervek szerint május 1 vezette volna be, de a határidőt átmenetileg június 1-ig meghosszabbította. A kormányzat 30 nappal meghosszabbította a Kanadával, Mexikóval és az Európai Unióval folytatott tárgyalások idejét. Olvasható a közleményben, amely leszögezte azt is, hogy Washington a továbbiakban is minden tárgyaláson kiemelt figyelmet szentel majd az amerikai nemzetbiztonsági érdekek megvédésének. Észak-Korea jelek szerint megkezdte a propaganda hangszórók leszerelését déli határán, közölte a Dél-Koreai Védelmi Minisztérium. A valószínűsített intézkedésre egy nappal azután került sor, hogy Dél-Korea bejelentette, eltávolítja propaganda anyagot sugárzó hangszoróit az észak-koreai határól. Kedden egy nevének elhallgatását kérő dél-koreai katonai vezető bejelentette, hogy Dél-Korea még aznap megkezdi a berendezések leszerelését, jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség. A propaganda hangszórók leszerelése a Kim Jong-un észak-koreai vezető és Moon Jae-in dél-koreai elnök április 27-i történelmi csúcs találkozóján született Megállapodás része. A felek megállapodtak arról, hogy véget vetnek az ellenségeskedésnek, valamint azon munkálkodnak, hogy atommentessé tegyék a Koreai-félszigetet. Az iszlám állam nevű terrorszervezet kiterjesztette ellenőrzését Damaszkusz egyik negyedében, továbbra is aktív Deire Zortól keletre és El kormányzóságban Szíriában. Derül ki abból a jelentésből, melyet az ENSZ főtitkár terjesztett a biztonsági tanács elé. Antonia Guterres ENSZ főtitkár havonta köteles beszámolni az ensz nek arról, hogy hogyan teljesülnek, illetve nem teljesülnek a testület határozatai a szíriai rendezésről. A dokumentum szerint az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció 32 csapást hajtott végre márciusban a szélsőségesek ellen. A jelentés arról számol be, hogy Damaszkuszi Armuk nevű kerületében van jelen az iszlám állam, a Kadam nevű városrész egyes részeiben pedig kiterjesztették ellenőrzésüket. Az izraeli Mossad hírszerzés kémei fedezték fel az iráni nukleáris fegyverek tárolására használt raktár titkos helyét, törtek be az épületbe, loptak el fél tonna dokumentumot és csempészték át Izraelbe ugyanazon az éjszakán, számolt be a New York Times. Benjamin Netanyahu miniszterelnök hétfő este hozta nyilvánosságra a merész hadműveletet, amikor bemutatta a dokumentumokat, bizonyítván, hogy Irán hazudott a titkos atomfegyverprogramjáról. programjáról. Azonban kevés részletet árult el arról, hogy miként vagy mikor hajtották végre az ünnökök az izraeli hírszerzés egyik legnagyobb eredményét. Egy magasrangú izraeli tisztviselő, aki az anonimitás feltételei mellett beszélt egy titkos küldetésről, elmondta a Timesnak, hogy a Mossad 2016. februárjában fedezte fel a raktárat, és azóta megfigyelés alatt tartotta az épületet. Az ügynökök múlt januárban törtek be az épületben, lopták el az eredeti dokumentumokat, és ugyanazon az éjszakán csempészték be Izraelbe. Donald Trump amerikai elnököd a Mossad igazgatója, Jossi Cohen informálta az akcióról januárban, amikor Cohen Washingtonba látogatott. A tisztviselő elmondta, hogy az anyag nyilvánosságra hozása azért váratott magára, mert a dokumentumok kielemzése, melynek túlnyomó többsége ellen készült, sok időt vett igénybe. Végül gazdaság. Az idei első negyed évben 959 forint volt a fizikai munkát végző szak és betanított munkások átlagos bruttó órabére, több mint 10%-kal nagyobb, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Derül ki a Trenk Walder személyzeti szolgáltató Kft. közel 7000 dolgozó béradatai alapján készített elemzéséből. A cég és a BDO Magyarország tanácsadó vállalat közös közleménye szerint a növekedés a betanított munkásoknál 8%, a szakmunkásoknál pedig 13% körül alakult. A a fizikai dolgozóknál a szakmunkások átlagos órabére elérte az 1000 forintot, a betanított munkát végzők pedig 924 forintos átlagos órabére számíthattak. A régiók szerint jelentős az eltérés a bérek között, míg például Dél-Dunántúlon, illetve Észak-Magyarországon 900-950 forint között alakul egy szakmunkás átlagos órabére, addig Közép-Magyarországon már az 1200 forinthoz közelít. Most következik az időjárás jelentés, híreinkről pedig bővebben a heti tv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Köszöntöm kedves nézőinket! Budapesten és az agglomerációban lakókat egyszer a hajnali vihar, másodszor a keltő óra vághatta fejbe már a virradóan, még ha ezek az elektromos készülékek már nem is ketyegnek át a csendből, mint kosztolányi keltő órái. Hideg zuhanynak nem mondhatom a hírt, hogy ma, május második napján júliusi meleget ígér a meteorológia. Ráadásul fület idő lesz, mivel továbbra is erőteljes gomolyfelhő képződés lesz országosan jellemző. Ez alól az Alföld nagy része lesz kivétel, ott sok napsütés várható. Elsősorban a Dunántúlon várható zápor kialakulása, ami a csúcshőmérsékletet illeti, 27 fok és a fölötti értékek lesznek, igazi nyári meleg lesz napközben. A napozás szerelmesének 20-30 percnél ma sem javaslok többet, innentől kezdve minimum erős sugárzással számolhatunk a szezonban. Ami az orvos meteorológiát illeti, folytatódik a a smeleg, frontmentes idő várható. És eljön ma este is az alkony, majd az éjszaka második felére az ivatarok várhatóan felosztanak, így gyengén felhős, többnyire csapadékmentes időre van éjszaka kilátás 15 fok mellett. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra holnap!